Gyulai Pál, Krisztus és a madarak. Krisztus urunk futott, bujkált, hideg földön, az erdőn hát. Üldözői ott sem hagyták, ott is meg megriasztották. Kis a pártját fogta, merre bújkál, meg nem mondta. Sőt, hitte az üldözőket, hogy vezesse félre őket. De a fürgy, ahogy meglátta, itt szalad, mindazt kiáltja. A bibit meg mindjárt pedzi. Búvik, búvik, rákezdi. A galamb is búgja sorba. A bukorba, a bukorba. Megfogták a bokrok alján, szegény Krisztus arca halvány. El is vitték kín halára, megfeszítni keresztfára. Kis elkíséri, galamb, bibit fürt csak nézi, s nem búsul, hogy ezt okozta. Krisztus őket megátkozta. A fűrjet, hogy fenn ne szálljon, csak vetés szaladgáljon. A bíbicet meg ne álljon, réten káka közt bujkáljon. A galambot búban éljen, bokrok alatt keresgéljen. A pacsirtát szívvel, szóval megáldotta ezer jóval. Tudjon békén fészkenülni, legmagasban felrepülni, földre szállni, égbe kelni, s röptében is énekelni.